Szüleim matematikusok, informatika területén is dolgoztak, és ez nagy mértékben befolyásolta az én fejlődésemet, gondolkodásmódomat. Korán, kicsi korom óta megszerettették velem a sakkozást. Eleinte édesapám volt az edző, aztán szakosodott edzőknél kezdtem el tanulni, fejlődni. Általában az emberek úgy tekintenek a sakra, mint egy játék, hobbira, viszont hogy elérjél nemzetközi sikereket is, nagyon sok energiát, tanulást bele kell fektetni. Eleinte csak hetente pár órát foglalkoztam a sakkal, de hogy komolyabb eredményeket érjek el, ez napi 1-2 órára is felnőtt. Végig versenyeztem néha az egész évet, volt olyan év, ahol 100 napot voltam távol a családtól, sakkversenyen, bizonyos táborokba, versenyeken, kiírásokon, akár külföldi utakon. Táblán mezei mesteri szintet értem el, viszont levelezési sakkban valahogy jobban állt nekem stílusilag, elemzői képességeim is jobban kijöttek, több idő áll rendelkezésre egy-egy lépés megtételére, és itt 4,5 évig voltam országos első, majd később országos válogatott, olimpiai válogatotti szintig jutottam. 2000-es évek elején, amikor megfelelő számú edzésem volt, illetve minőségi partikat tudtam játszani, sikerült bekerüljek a világranglistán a top 50-be, 48. helyig jutottam el. Érettségi után a Debrecen Egyetemen folytattam tanulmányaimat, majd diplomaszerzés után a Miskolc Egyetemre kerültem, és matematika oktatásával kezdtem el foglalkozni. Közben megszereztem a PhD doktori címet is, családot alapítottam, egy fiúgyermek, büszke édesapja vagyok. Logikus gondolkodás mellett a spirituális vonalat is megpróbáltam, kipróbáltam, néhány tanfolyamon részt vettem, ezek is tetszenek, szívesen mélyedtem el egy-egy szakterületen. Ritkán lehet engem kihozni a sodromból, de néha sikerül a hallgatóknak. Megkínáltak egy üveg sörrel, hogy kicsit oldódjon a feszültség. Sajnos ezt nem fogadhattam el, hiszen üvegből nem iszom. Erre jött a válasz, hogy akkor hoztak korsót is, tölthetek-e. Már akkor felvetődött bennem az ötlet, hogy lehet, hogy jó lenne egy italboltot nyitni, ami később majdnem megvalósult, dohányboltom lett, de a dohány árusítás mellett ital kereskedéssel is foglalkozom. Nagyon nehéz volt az első kezdeti időszakban, hogy még a göngyöleget se tudtam, hogy mit jelent, majd innen felépíteni egy több százmilliós forgalmat bonyolító céget, vállalkozást. Eleinte a marketinget tanultam, azt fejlesztettem, gondoltam azt, hogy ez az alap, ezzel kéne, hogy kezdjem az önfejlesztést. Későbbiekben a pénzügyi téren vettem részt kurzusokon, befektetési kurzusokon, körülvettem magamat jó tanácsadókkal, és rájöttem arra, hogy nagyon fontos a csapatomnak a fejlesztése, a továbbképzése, hogy ők is lépést tartsanak az én gondolkodásom változásával, alakulásával. Életem során többször volt tanárom, mentorom, segítőm, és erre rájöttem, hogy ez nagyon fontos a gyorsabb előrehaladás, fejlődés érdekében. Hiszen nem véletlen az, hogy az élsportolóknak mindnek van egy vagy két edzőjük, a doktori iskolában is van egy témavezetője az embernek, aki is tápolja, még a doktori címet megszerzi. Így akár a vállalkozói életben is nagyon fontos az, hogy legyen egy jó csapatod, egy jó mentorod, egy jó tímed, akivel közösen tudtok haladni a kitűzött célok felé. Ha tehetnék valamit másképp az életemben, akkor az egyik ilyen dolog az lenne, hogy sokkal korábban fogadnék fel magam mellé mentorokat, tanácsadókat, tanítókat.